Az Isten vetett hit ilyen, tudjátok? Nem látom, de érzem. Él, mozog, kapcsolatom van vele. És nem csak azt jelenti, hogy azt látom, ami még most nincs, és majd meglátom, hanem látom azt, amit nem a szemekkel lehet látni. Mert hit által értjük meg, hogy a világokat, azaz a szellemi világot és a fizikai világot, és Isten szava teremtette, úgy, hogy a nem látható szellemi világból állt elő a látható fizikai világ. Értitek? Tehát ez azért fontos ezt látni, hogy ezt is jelenti a hit. Nem csak az, hogy, hogy majd meglátom, hanem az, hogy lehet, hogy azt így szemmel nem fogom látni, de mégis érzékelem. Az Efézusi levél másik fejezet beszél, hogy a szívünknek a szemei, hogy nyissa meg Isten a szíveteknek a szemeit. De pont ezért, hát, hogy, hogy nem a szemünkkel érzékelünk mindent, a fizikai részt a szemünkkel érzékeljük, a fülünkkel érzékeljük. De te is tudod, hogy vannak olyan dolgok, hogy, hogy ránézel a másikra, és valahogy, valahogy úgy, úgy, érzel valamit belőle. Hogy milyen helyzetben vagy. És lehet, hogy a szavai nem azt mondják, vagy, vagy próbál mosolyogni, de érzed, hogy ez, ez nem, nem, nem őszinte. Mert valami intuíció, valami megérzés is van a lelkedben, hát még a szellemedben, a spirituális részedben, hogyha újonnan vagy születve. Megérzed ezeket. Isten segít. De nem ezekre kell alapozni, hanem az Isten igényére, ami 100%-ig biztos, és Isten mindig kér, hogy használjuk az értelmünket is. Róma 12.1.2. újatok meg értelmetek megújulásával, megítélésétek mi az Isten szerint való, ami jó, ami tökéletes, ami ugye neki tetsző, csak egy, egyet a sok közül. Tehát látjátok, hogy és ez a hit, hogyha valaki így tud hinni Istenben, így találkozik Istennel, egy olyan bizalom lesz, hogy egy tanúsítvány lesz az életébe. Egy tanúsítvány, hogy tényleg létezik az Isten.